Vendégeim a Blue Bay Foxes legénysége, Juhász Bálint, Kérges Balázs és Lőrinc Balázs. Sziasztok, mindenkinek jó B-betűs neve van. Szia! Örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Itt, ahogy a klipetek előtt is említettem, a nagy színpados szerepléseteket egyenesen egy küldetésnek szánjátok, de azt én nem árultam el a nézőknek, hogy mi ez a küldetés, hiszen ezt tőletek szeretnénk hallani. Hát igen, igazából mi vagyunk az egyetlen zenekar a nyolcból, akik angol nyelvű zenét játszanak, és angol nyelvű zenékből inspirálódnak, ezért ez egy különleges dolog nekünk, hogy mi ott vagyunk a nyolc között idén a nagy színpadon. És valahol ebbe az is benne van, hogy szeretnétek azt a fajta ilyen underground stílust jobban megismertetni a közönséggel, amit ti játszotok? Igen, egyértelműen így van, mert úgy látjuk, hogy nagyon sok olyan zenekar van, aki bizonyos korlátok miatt nem feltétlen tud ennyi ember előtt megmutatkozni, és ezért nem is jut el egy bizonyos szintig ez a fajta zene szerintem, vagy szerintünk. Hát szerintem itt majd azért kaptok egy szélesebb közönséget, akikkel meg tudjátok ismertetni, és remek lehetőség. Az, hogy angol nyelvű számokat írtok, csak ez a közeljövőben fog esetleg változni, vagy ennek a műfajnak ez a nyelve, és abszolút ebben is gondolkoztok? Hát alapvetően igen, ez a nyelve. Mi is így nőttünk fel, hogy ilyen nyelven hallgattuk ezeket a zenéket. Kevés magyar példát tudnánk hozni, sokkal kevesebbet, mint külföldit, vagy brit, főleg brit meg amerikai zenét. De igazából szoktunk erről beszélgetni, meg elmélkedni, hogy most eddig angolul jöttek a számok, és ez valószínűleg így is fog maradni mindaddig, ameddig nem érezzük azt, hogy ez egy belső természetes dolog lesz, hogy magyarul jön majd egy dal. Persze nem zárjuk ki a lehetőségét egyébként. Egyáltalán nem. A hangfoglaló program keretein belül a mentorotok Vitáris Iván volt. Mit tanultatok tőle? Azt tudom, hogy azért nektek egy elég nagy példakép, meg hogy zenéltetek is úgy velük, hogy előttük. Hát meg ugye a lemez bemutatón fellépett velünk egy szám erejéig az akváriumban. Igen, hát nagyon jó volt az Ivánnal együtt dolgozni, mert amennyire laza srácnak néz ki a színpadon, ő ugyanannyira összeszedett a színpad mögött, tehát érdekes volt ezzel szembesülni. Elmentük velük egy erdélyi turnéra, 5 állomás, és hát hatalmas élmény volt, és egy nagyon jó év volt ez így, hogy együtt dolgoztunk vele. Mit tanultatok tőle, azon kívül, hogy nyilván zeneileg rengeteget tudott segíteni nektek, egy kicsit tanítgatott, vagy mondott egy-két olyan tanácsot, hogy így a zenekart hogyan tudjátok menedzselni, építgetni, a saját brendeteket kialakítani? Igen, ez már a legelső találkozásnál szerintem ilyen szembeötlő volt, hogy sokkal nagyobb tapasztalat van nyilván, mint nekünk egy induló zenekarnak, és a pályázat írásban, vagy hát hogy a pályázatnak a lebonyolításában, és hogy hogyan kell megtervezni egy egész ilyen dolgot, abban a legelső találkozáskor már így ránk ömlesztett nagyon sok olyan hasznos információt, ami nagyon jól jött nekünk, hogy a legelső pillanattól tudjunk tervezni egy évre előre, mert eddig mi nem volt nagyon ilyen, hogy szükségszerű volt az, hogy az elkövetkezendő egy évet megtervezzük. Ez egy nagyon-nagyon fiatal zenekar vagytok, ha szabad ezt mondanom. Ha jól tudom, akkor ez a 2015 óta vagytok, 2019 a negyedik év, ugye? Bármennyire is gyenge vagyok matekból, ezt még sikerült kiszámolnom. És olyan szerencsések vagytok, vagy nem tudom, hogy ez mennyire a szerencsém múlik, de hogy ti nem azok közé, a fiatal zenekarok közé tartoztok, akik így örültek, ha beesett egy-két havonta egy-egy buli, hanem úgy rendesen belekerültetek a körforgásba. Ez minek köszönhető szerintetek? A szerencséteknek, vagy ezt te tudatosan építettétek? Ezt szerintem ebben közrejátszik a tudatosság, és az, hogy amikor kaptunk egy lehetőséget, akkor ezt mindig megpróbáltunk maximálisan kihasználni. Az összes koncerten teljes összpontosítással játszottunk, mindig a saját koncerteknek próbáltunk aktualitást adni, és hogy biztos, hogy szerencsénk is volt, hogy jó emberekkel kerültünk egy társaságba néha-néha, és akkor jöttek a következő kapcsolatok ezáltal. De hogy igazából szerintem ez is. És hogyan készültek a nagy színpadra? Van valami trükk, amit be fogtok vetni, vagy szépen fokozatosan építkeztek, vagy ugyanúgy olyan lazán, ahogy ideig csináltátok, aztán majd ahogy esik, úgy puffan? Hát készülünk nagyon, egy nagyon jó koncertműsort akarunk összerakni, lesznek meglepetések is a nézőknek, lesznek új dalok is. A fő próba már megvolt decemberben, a lemezbemutatónk. Nagyon várjuk, alig várjuk, hogy ott legyünk. Hát sok sikert kívánok nektek. Hajrá, hajrá. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.